Az igazgató irodában vagyunk, az előttünk ülő három fiú kopogtatott be, nyakukban éremmel, és ezeket az érmeket egy külföldi, nemzetközi versenyen szerezték, és én arra kérem Barnust, akiről a fiúk azt mondják, hogy ő a csapatkapitány, tehát ez az ő reszortja lesz, megkérem, hogy mutassa be a fiúkat, és beszéljen arról, hogy milyen versenyről tértek meg. Hát elmentünk Szlovéniában egy ilyen nemzetközi bajnokságra, amin döntőbe kerültünk, sajnos nem tudtuk megnyerni, de az ezüstéremet meg tudtuk szerezni. Barnos, mutasd be a diákokat, a társaidat. Ő Horn Ádám, fél éve gyeplabdázik és védő poszton játszik. Ő Szatványi Tamás, csatár, és másfél éve már játszik, én meg magam kapus vagyok, három éve játszom ezt a sportot. A csapatunk szponzora a Kokabúra, mindenkinek nagyjából ilyen ütője van a klubban. Mi a klub neve? Bocsáss meg. Kokabúra. A klub neve is Kokabúra. Nem, ért? Nem a klub neve Phoenix. Na, azért mondom, tehát a klub neve Phoenix, a Kokabúra cég szponzorálja az együttest. Igen, az edzőtől? Az edzőnk Kerekes János, a régi gyeplabdás, valamint Mészner Attila, ő is egy régebbi gyeplabdás. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy hogy kerültetek ezzel a sporttal kapcsolatban? Mit szerettek benne? Hát, gondolkodjanak a fiúk is arra, mit válaszolnak majd rá. Barnos azért, hagyj fejezze be, és akkor... A sportra, hogy Barnéknál bajnokság volt, mondta, hogy milyen jó sport, elmentem az első edzésre, amit nagyon megtetszett, Barné azt mondta, hogy jó lehetnék benne, és így kezdtem el járni. Nekem pontosan szinte ugyanúgy történt, hogy Barné mondta, hogy hamarosan lesz egy ilyen kisebb U10-es bajnokság, és mondta, hogy kellene még ember, és azt mondta, hogy jó futó vagyok, vagyis jó lennék ebbe a sportba, ezért úgy fél éve ugye elkezdtem gyakorlatázni, és nekem tetszik. Hát Barnos, akkor te vagy itt a mítej. Te vagy az, aki itt a mérget keverte, és hál' Istennek bele húztad a fiúkat ebbe a játékba. Barnos, mondj valamit a játékról, és arról is, hogy te... Hát ez a játék egy ilyen ütővel játsszák, hasonlít a hokihoz, csak ezt nem igen játsszák, hanem füvön. A sport neve gyeplabda, és szerethető sportág. Miért szerethető? Azért ajánlom mindenkinek, mert aki például jobban fut, annak lehet, hogy fontosabb is lenne ez a sportág, ha játszana. Mert ebbe ez a sportág, ez pont arra való, hogy nagyon sokat fussunk benne. Jó. Hát, fiúk, az iskola nevében gratulálok, hogy erősítettétek ezt a csapatot, és a siker kovácsai voltatok. Barnusnak köszönjük a toborzást, köszönjük a bemutatást. Hát, mivel most szólt a csengő, így azt mondom, hogy akkor fussatok órára, és aztán szorgalmasan járjatok edzésre, és büszkék vagyunk rátok. Rendben, köszönjük.